Sziasztok! Hello Sydney, hello Salzburg, hello Hága, hello Zalaegerszeg, hello Nyíregyháza, helyű keresztúr, Katar, hello Kuala Lumpur, onnan még nem hívott, vagy nem csatlakozott be senki, akit láttam volna, viszont Udine és New Jersey és Lucern. Sziasztok, szia mindenki! Jó kis maszek karantén színházamnak egy újabb bejelentkezése. <kül> Nagyon érdekes, mert most sikerült visszaszereznem a megjavított laptopomat, és ennek kapcsán uh, már pénteken ugye elindultam érte, csak uh, annyi volt a bibi, hogy két automatizmus, egymást kioltó automatizmus uh, megátolta, hogy én eljussak tatabányára, ugyanis már Bicskénél jártam, amikor uh, rájöttem, hogy nincsen nálam a pénztárcám. És ez azért két egymást kioltó automatizmus, olyan, mint két tektonikus lemeznek az összesúrlódása, vagy két jégtáblának rionásban való összecsikordulása, mert ö, ugye amikor még mentem, ö, sosem várom meg az elejét, így van, így van. Hát te próbáltam, igyekszem folyamatosan várni benneteket. Szóval két automatizmus együtt hatása megakadályozta, hogy pénteken elhozzam a laptopomat, mert hogy elindultam, és picskénél rájöttem, hogy nincs nálam a pénztárcem. És miért nincs nálam a pénztárcem? Mert nem tettem be a zsebembe, és miért nem tettem be? Mert átálltam karantén funkcióra, amikor is soha nincsen a zsebemben tárca, mert hogy nem megyek soha sehová. Na de miért nem tettem bele, amikor elindultam, azért, mert belép, rögtön működésbe lépett a másik ö, működési mechanizmusom, hogy amikor elmentem korábban, tehát útra kellett, korábban azért volt éppen mindig nálam a tárcán, mert hogy ne kelljen berakni a zsebembe, amikor útra kelek, tehát mindig reggel már a zsebembe volt a tárca. Tehát két automatizmus, ugye karantén automatizmus, sosincs nálam tárca, tehát nem kell betennem a zsebembe, illetve a másik, az a békebeli, még karantén előtti automatizmus, úgyis mindig a zsebemben van a tárca, tehát nem kell betennem. Úgyhogy ez a kettő elintézte, hogy pénteken Bicskénél rájöttem, ilyen északi sark, Norvégia csücske. Szóval ez a két automatizmus elintézte, hogy pénteken nem sikerült megkaparintanom a laptopomat, utána már bezárta volt, ugye háromkor, és most elmentem érte, úgyhogy van, 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 sőt, most már mindenem megvan ahhoz is, hogy befejezem, vettem Zsanért az Obi-ban, szóval óriási fejlemények vannak, meg az Azáleához vettem savanyú földet, hogy a drága kedves feleségemnek, anyukának, anyáknapjára vett hatalmas Virágzó azálea, ugye, az, az hát szóval igényli a savanyú földet, és így is meglátjuk, hogy megmarad-e, majd nagyon rá kell imádkozni, mert hát nem ennek a klímának a növénye. És nem szereti közben a napot sem, szóval kényes az, az álea, de reméljük megmarad. De nem az azáleáról akartam. Parmezán az is jó az azáleával, ugye egy jó kis jó kis fonetikai bázis összeköti mindenképpen. De mondjuk az az áleát nem olyan finom megenni a parmezánt, meg nem, nem mindegy. Szóval igen, parmazálea parma egyébként a kettőt lehetne ötvözni, de nem sok értelme lenne, csak hogy elszórakozzunk. No, azon gondolkodtam, hogy a dalról beszélek ma nektek, és aztán még egyet ugrottam tovább gondolatban, fogok a dalról is önmagában véve beszélni egyet, mert önmagában is megér egy misét a dal, mint szabadon lifegő, fityegő műfaj, mert, mert ilyen nagyon tűnékeny, nagyon, abszol, olyan, mint egy kicsit ezek a, jaj, hogy hívják ezt a, a nem jutnak, nem jutnak a dolgok az eszembe, I, nem az Ikeban az, amikor hajtogatják ezeket a, a papírmadarakat, daru hajtogatnak, a, az nem, nem Ikeban, hanem úgy hívják, hogy nem jut eszembe. Na szóval nem vagyok a szavak embere, még az a szerencse. Tehát egy kicsit olyan, mint ez a darumadárhajtogatás hajtogatás, vagy papírcsónak hajtogatás, tehát a dal az egy, nem mondom, hogy egyszer használatos műfaj, többször használatos, egyszer használatos mű. Origami, köszönöm szépen, jaj, te jó ég, köszönöm Gábor, megmentette a szókincsemet origami, nyilvánvaló. Uh, egyszer használatos, többször használatos. Uh, volt egy, talán, hát nem tudom, hogy melyik, melyik, kínai költő volt, Pocsüi vagy valamelyik másik, aki úgy alkotott állítólag, ilyen nagyon zen buddhisztikusan, hogy benne állt a patakban, <kül> ilyen, ugye nem izé, úgy írtak, ahogy az európaiak, hanem mai napig ecsettel kaligráfiát. Hú, megmutatom nektek, apropó a Japán, nem a Japánból, marhaságot mondok, Dél-Koreából hozott kaligráfiámat. Na mit szóltok? Ott kézzel a szemem láttára kanyarították, gondolom már mindannyian elolvastátok. Be the first to forgive, ez volt az angol változat, tehát hogy te bocsáss meg először. És annyira vicces volt, mert hogy Éppen sétálgattunk egyik ottani diplomata úriember kalauzolgatott engem, és fantasztikus jó bevezetőt tartott a dél-koreai kultúrába, és pont erről beszéltünk az ő jó kis ilyen-olyan szakmai kapcsolatairól, és a megbocsátásról, ami hát nem nagyon könnyű. Szia, Zombori Klára, jaj, de jó! Na hát, mennyien vagyunk szuper, mennyi felől? És akkor, és akkor megérkeztünk, és belelapoztunk, és mondom, na én magamnak ezt fogom, hogy az elsőként bocsáss meg. Mert ugye a megbocsátás kapcsán élet csomó ilyen furcsa, és, és szerintem nagyon öngyilkos, tehát nem szerintem, mert az, hogy szerintem micsoda, az teljesen tök mindegy. De a mentálhigién és szakemberek szerint, szia lasti, Mentál Tibi, és szakemberek szerint teljesen öngyilkos <kül> technika, hogy ma én megbocsátok, neki, majd, hogyha oda jön hozzám, térden állva, becsúszik a küszöb alatt, ma én akkor megbocsátok neki, jó? Csak ugye ezzel, ez minden szab, bitang nehéz megbocsátani, főleg iszonyatos dolgokat. Csak az a baj, hogyha nem, 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 kezdjük, nem kezdem én el a megbocsátást, be the first to forgive, első, én legyek az első, aki megbocsátok, ha nem kezdem az első, először a megbocsátást, akkor, akkor nem indul el bennem a folyamat, akkor bennem, tehát magam nem vágom el azt a láncot, ami hozzá hozzáfűz. Lehet, hogy ő nem is érdekli már az, amit ellen nem tett, vagy valahol vígan jár a világban, ez még jobban bosszant engem, hogy a rohadék pedig tartozik nekem alatt kúszással, én viszont magamat folyamatosan mérgezem azzal, hogy én nem bocsátok meg, én nem bocsátok nem én nem engedem el neki, ne, majd várja meg, majd kúszom be, majd, ez, majd, hogyha majd, akkor majd esetleg eldöntöm, hogy meg -e bocsátok e De jó, most nem karikírozni akarom, mert ezek, ezek tényleg itt brutális, nehéz dolgok vannak, bántalmazások, nem tudom én, abúzustól kezdve, szóval iszonyatos, iszonyatos, meg, meg, mit tudom én, hát ahol már két forint van, örökség, stb. Csak az a baj, hogy, hogy tényleg egyedül magamat teszem tönkre azzal. Tehát ugye a kiengesztelődéssel szokás összekeverni a megbocsátást, kiengesztelődés az az, az a gyönyörű ideális eset, ami ritkán következik be a szabad természetben. Két ember, az egyik, jaj, vétettem neked, ne haragudj! Ah, oh, egy kicsit még de nem komolyan én hajlandó vagyok kártalanítani téged. Ah, oh, még egy kicsit haragszom, mondja tovább, hogy jaj, leborulok a lábad előtt, és megmosom a lábadat, és nem a legdrágább ármáni öltönyt veszem meg neked, hogy abba öltöz. Na jó, akkor egy fene megbocsátok, még nem tudom, nem biztos, hogy most rögtön, de majd még egy kicsit. De ez nem fog, nem fog összejönni, vagy szóval nagyon ritka az, hogy aki valamit az ember ellentett, az, 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 most oda jön, és akkor leborul. És ő, mert ő belátta, mert ő ezen gondolkozott mostanáig, ami nem, ő valószínűleg rohadtul nem gondolkozik rajta, hogy engem megbántott. Lehet, hogy nem is tudja. Lehet, hogyha megmondom neki, akkor se fogja megérteni. Lehet, hogyha megmondom neki, akkor meglepődik, hogy micsoda, te azon felkaptad a vizet. Hát különben is az az örökség, az nekem járt. Na, és, és így tovább, és akkor nincsenek, tehát akkor nincs tovább mozdulás. Én viszont magamban így elraktározok jó kis ilyen bombatölteteket, és minél több van, annál jobban betekeredem. Úgyhogy be the first to forgive, Meg, megint megmutatom nektek, mert biztos, hogy dél-koreai nyelven sokkal jobban az eszetekbe vésődik. dél-koreai egyébként az egy sokkal könnyebb ügy megtanulni, mint a mint a, mondom én, aki nem tudom azt se, mint a kínai vagy a japánca ezeket a kanji írás jeleket, mert hogy uh, délkorának a királya, illetve akkor még nem dél, hanem koreának a királya, valamikor egy hadjárat során, amikor abból keletkezett egy csomó uh, csata vesztés, hogy nem értették meg a parancsokat, amiket ugye leírták a parancsot, elküldték, nem tudtak olvasni az emberkék. Úgyhogy nem arra mentek, jobbra-balra, merre menjünk gyerekek, izé, jobb szány, bal szány mi vagyunk mi egyáltalán, hanyas, hatást, nem tudom elolvasni. És akkor összeültek a bölcsek, és azt mondta a király, hogy addig kine jöjjenek a vigvamjukból, vagy a kis házikójukból, amíg el, el nem döntötték, össze nem raktak egy olyan írást, amit még a legbutább katonája is megért kettő perc alatt. És ilyen nagyon logikus egyébként, érdemes meghallgatni, biztos van ilyen tutorial videó róla, akkor elmondták két perc alatt, és, és úgy, úgy, tényleg láttam, hogy száz, általában két hét alatt egy európai ember is meg szokta tudni tanulni. Hát a nyelv az, az már talán bonyolultabb. Én csak annyit tudok dél koreaiul, hogy gamsahamnida. Hogy, hogy az azt jelenti, ha nem tudnátok, gamsahamnida, az, köszönöm szépen. Úgyhogy nem tudom, mit köszönök nektek, de, de bármit meg tudok köszönni dél-koreaiul. Na jó, menjünk tovább, menjünk tovább, mert sok minden van. <kül> szóval, egy olyan, <laughs> memorizáltatok a kaligráfiát, gondoltam is, hogy röngen szemetek van. Szóval egy olyan kis munkához térnek vissza, szóval, hogy, hogy dalról akartam nektek beszélni, és aztán rájöttem, hogy akkor beszélek két olyan munkámról, Amely, uh, amelyek színházi munkák voltak, és nagyon-nagyon izgalmasak. Az egyik az, tehát hogy a kettő karakterében is nagyon különbözik az egymástól, az egyiknek az a címe szelistéi Asszonyok, és uh, ugye ez egy Mátyás királyos történet Mikszát Kálmán tollából, és abból Makkároly készített egy, uh, egy filmet, Hol, hol járt felséget, tegnap, vagy szóval ilyen hosszú címe volt, nagyon jó pofa film, és a Kőszegi Várszínházban jó néhány évvel ezelőtt kitalálták, hogy, hogy legyen ez, amit ö, színpadra visznek saját produkcióként. Ö, Lökös Ildi és Makkároly, a filmnek az egykori ö, rendezője, összeálltak ilyen nagyon jó párosba, és ö, és, a, és, és, nekem meg a dalszövegeket kellett produkálni, amiket ott élőben a Sebő Együttes előadott. Ez nagyon jó pofa volt, hogy volt egy ilyen kis mini erkély ahol ültek a zenészek, és mindig rá, rázendítettek. Mit csinált a feleségem? milyen érte? Ja, hogy mi volt a meglepetés tegnap, tegnap Igen, a tegnapi meglepetés, akit érdekel, ami miatt nem 6 órakor, hanem 5 órakor volt a buli, mármint ez az élő közvetítés. Az az volt egész egyszerűen, hogy a, hogy a gyermekeim összebeszéltek, és 6 órakor mindenki egyszerre volt vonalban, tehát jó kis videokonferenciával, anyaköszöntés, Gyerekeket mutogattak. Ja, mit csinált felséged? Azt hittem, hogy a Béla azt kérdezi, hogy mit csinált a feleségem? Mit csinált felséged háromtól ötig? Köszönöm szépen. Na, no, ezek a gyönyörű, gyönyörű. Nem a, nem a feleségem, jó, tudom, akkor nem beszélek itt a feleségemről, hogyha a felségedet. Mit csinált felséged? Így van, így van, így van. Köszönöm szépen. De ettől függetlenül nagyon kedves volt a tegnapi meglepetés, és majdnem két óra hosszat beszélgettünk. Hát van ilyen. Ez a film címe. Így van, a Makkároly film címe. Mit csinált felséget? Három tól Na, és akkor ennek a nyomán csináltuk, csináltuk, ezt a produkciót. Nagyon izgalmas volt ott látni, hogy összekalapálják. A színészek is bedobták a, a tényleg Fú, kik is voltak, Epres Attilát ö, onnan ismerem, Júj, kik, nem biztos, hogy most nem fog eszembe jutni. Meg rá, rákerestek a produkcióra, nagyon-nagyon <laughs> jó barátságok ö, vannak on, onnan, származnak onnan, és hát jó volt ott élni Kőszegen egy <laughs> jó pár napig, látni, hogy összeáll, kicsit romjaiból egy ilyen kis ö, dinamikus rendszerré összeáll egy komédia és, és a gyerekeim is nagyon élvezték, tehát három, négy, öt próbán is ott ültek, és végignézték, hogy most akkor hogy mondja, és melyik a Mátyás király, és ahogy csinálja, és miért se bezerédi Zoli, bizony, bizony. Na, most jutnak eszembe az emberkék nagy, a vándor éva, jaj, de jó. Na, szóval, és akkor ezekből a dalszövegekből gondoltam, hogy, hogy hogy egyet kettőt elmondok nektek. És aztán egy másik ettől nagyon különböző munka, az a láger operett, amiről már beszélgettem beszéltem ezt az itt Tamot, korábban elhintettem, és arról majd egy picit, picit később. Most jöjjön ez a Mátyás királyos. Hát ugye Mátyás király. <kül> elmegy szelistére, vagy illetve a szelisté asszonyokat megvizsgálni a szel, na, szóval a asszonyok, azok nem szelistjei asszonyok, a szelistjén kipusztulnak valahogy az asszonyok, és akkor asszonyokat kell keríteni, és akkor ilyen asszony casting, tulajdonképpen ez a kicsit ilyen léha, kicsit, ö, ö, hogy mondjam, könnyed téma, de hát nagyon sok súlyos kérdést azért felhoz, és, és, és kivetítesz, hogy most akkor most, hogy, hogy, veszik az asszony, hogy érveszik az asszonyt, felhajtanak egy asszony kontingest, és Mátyás király leteszteli. És hát a letesztelés közben bizony, hogy mondjam, beszerelmesedik, és akkor ezt kezelni kell királynőileg is, meg kezelni kell. Hát ez, tulajdonképpen ezek mind ilyen társadalmi modellek, mert hogy egy ilyen, egy ilyen ilyen izgalmas ö, ö, sátett helyzet, ilyen, ahol Hát, ez tulajdonképpen nem sokban különbözik a párválasztástól, csak annyiban, hogy az idő ugye rövidebb a rendelkezésre álló idő, és kevesebb paraméter tudunk egymásról megismerni, vagyis ilyen kísérleti környezetben felgyorsítottan lehet szemlélni az ember természetét, a férfinő viszonyok természetét, és így, így tovább. És hát valóban egyébként a korban, tehát ez nem koridegen, tehát amikor be kellett telepíteni egy ö, települést, akkor hát a királyok, a jobbágyokkal, akkor egy család ide, két család oda, akkor hajadon, izén nem vacakor, tehát most az, hogy ö, elnézést, az igaz szerelemről szeretnénk egy hosszabb. És egyébként is itt vannak a feministák, akik nem akarnak, és hát itt vannak a felvilágosult férfiak, meg itt vannak a vérmacsók, és akkor valahogy kéne egy tárgyalást kezdeményezni, hiszen nem volt EU-s bizottság ezügyben, nem az a kor volt. Minden esetre Mátyás király ugye hatalmi pozícióban, szerelembe esik, és akkor hát elkezdi megszámolni kevéssé időhatékony, módon, hinták darab, igen, igen, ott is van mindenféle. Szóval kevésbé időhatékony módon elkezdi megszámolni a tesztelendő asszony minden egyes haja szálát, vajon miért és akkor egy ilyen koriambikus formában táti tátá adott ilyen korabeli formákat sebő feri, hogy azok már őrülne, hogyha azokban szólalnának meg a dalok, és akkor rögtön tud passzintani alájuk korabeli dalamokat, Szóval, kezdi a mustrát, egy haja, egy haja szála, szívemet ezzel gúzsba kötözzem, itt jön a másik szívszakadásig, tűbe befűzöm, varrom a szívem, négy ismét elkap az ujjam, haj koronája, végtelen erdő, végtelen erdőt körbekeríti, benne utat vesz, kósz a tekergő, Járom az erdőt, mennyei illat, járom a mennyet, erdei illat, 10-15-20, számolom újra, itt az örök lét csókja csitítgat, itt a király csak erdei vándor, nincs koronája, nincsen aranykincs, 121-100 számolok, immár elnyel az erdő, hol hatalom sincs. Tehát kiesik ebből a hatalmi pozícióból. Illetve hát ugye az nehéz mondani, hogy kiesik a hatalmi pozícióból, mert ö, ugye hát hol lenne ilyen meózási helyzete, hogyha nem lenne hatalmi pozíciója. Tehát, hogy, hogy a, ugye az abúzus, vagy a, vagy, a, vagy a Me Too, az, az valahol ott kezdődik, ahol az egyiknek hatalma van, a másiknak nincs, és akkor, hogy most mit ad önként, mit vesznek el erőszakkal, és mit... Mm, szóval ezek érdekes kérdések, bár akkor még a MeToo kampánynak nem volt híre hamba. <kül> Dala ez meg ilyen röfögős férfinóta, ezt ketten énekeltek egymásnak, a Vencel nevű szereplő és a. és Mátyás király. Kondában él ember, mint vaddisznó, hemperegvén, sárban, mint a hízó, boritaltól hetvenkedve bízó, húskövérjét bendőjébe húzó, olyan máskor ember, mint a vadkan, csordazajban lenne inkább halkan, elhúzódék onnét, ahol dal van, sörtét, növeszt, begubózik abban, kiben rákcsál szerelem bogára, remeket lát, ha rémeket lát, nem mindegy, rémeket lát, ha marad magára, ki lehelné lelkét szegény pára, ha nem látná párját valahára, kinek szívén van az ország gondja, csordultig van vele, mint a spondja, en magának udvari bolondja, vállát nyomja a napnak korongja, egy maga van, mind ami csak élne, szál egyedül félelmes reménye, egy maga jött ember föld színére, egy maga megy majdan föld méhébe. Ugye ez a bokor rímes, uh, ilyen kis, hogy mondjam, bibelődés, ez nagyon jellemezte, <coughs> hát ha nem is a Mátyás királykorát, hanem egy kicsit későbbi, kicsit későbbi kort, picit később, közelebb hoztam a dalvilágot, mert ugye már így is nagyon egzotikus a mai ember fülének, és aztán Sebő Feriék persze egy ilyen folkos, balkános, maias, görögös, ezzel-azzal bolondították meg, tehát ez tulajdonképpen, amikor ez, ez, picit olyasmi, mint a fordítás, hogy ugye ha víont úgy fordítanák, ahogy írva van, akkor senki se olvasná, így meg a gimnazisták kedvence. Franciaországban senki se olvas víjont. mert az ilyen, ó, oh, is a por és homó nyelvemlék, hát ki őrül meg ma Balasiért, úgyhogy próbáltam egy picit, picit középre pozícionálni, tehát mondjuk igen, hát így a balasi, balasi korosztály, tehát így ilyen, 16., 17., 18. századnak az elemei, és persze a mai hát színpadról kellett elhangzania, egy elhangzás után kellett, hogy a néző befogadja, úgyhogy valahogy be kellett lőni azt, hogy érezzék, hogy ez egy arhaikus hangulat, és ugye ezek a biblikus, hogy mesztelnő jöttünk a földre, és mesztelnő megyünk a sírba, ezek nagyon-nagyon jellemezték a kornak a költőit sokáig, Szóval ezek az elemekkel kicsit megbolondítottuk, és közben hát valamiféle modernség is van benne, mert ugye, hogy egy társaságban magunkra maradni, vagy egy társaságban elvegyülni, társas, előbb társas lénye az ember, mint hogy magányos búsbarom, vagy akkor magányos búsbarom, csak hogyha a társaság nincsen ínyére, és így tovább. Tehát, hogy mi van előbb, a tyúke vagy a tojás. Aztán akkor egy nőies kis dalocska jöjjön, Dala fürdésről. Ez az a, elment a két lány nótájára. Miként a rétet füröszti harmat, Fürödni lányok épp úgy akarnak, Tengernyi árján, dézsányi habnak, bársonyá lágyul, meg annyi hajlat. Friss gyönyörűség, hűvös gazdagság, Fésülni hajnak szagos patakját, Öntözni víznek fodros szalagját, Bőrünket, melyek körbe szaladják. Kastély a testünk, ragyog kilincse, felmerül vízből elsüllyedt kincse, fülünknek porca, hajunknak tincse, készül a férfi szívek bilincse ruhába minket foglalnak szépen, gyémánt így fénylik aranyban éppen, szebb lesz a kő is szép keretében, arany is szépül gyémánt tüzében. Mindezt nem érti bakszagú férfi, mi tarthat eddig dörmögve kérdi, ha teljes díszben lát majd kilépni, dadogva békül látja, megéri. Szóval ez a, ezt ismeritek biztosan miként a hétet, füröszti harmat, fürödni lányok épp úgy akarnak, tengernyi árján, dézsányi habnak, bársonyá lágyul, meg annyi hajlat, és így tovább. Na hát, ilyen dolgok voltak itten meg van egy ilyen, na még jöjjön a szerelmi vitészségről. Ugye ez a hadi terminológia, ugye beveszem, beveszem a hölgy szívét, mint egy várat, minden, ugye már maga az ámor nyilazása, tehát ez egy óriási toposz volt a korabeli, korabeli költészet, ez most nagyon szélesen mondom, mert hát ugye a késő középkortól, mit tudom én, a felvilágosodás koráig, de hát ez nálunk egy kicsit másképp is működött, hogy nem megyek bele irodalom történetbe. a szerelmi vitészségről. Férfi ember vitéz szemmel néz a világra, miért nézne másik képen asszony asszonts leányra? Várat vívni, asszonyt hívni épp oly módon kell, felvértezett tested lelked sisaks fegyverrel. Hegyes lángyát láncos kopját nem kell elővégy, mézes mázos legyél nyájas, úgy lépj előrébb. Drága szóval ajándékkal utat kövezzed, ki ajtóstúl ront a házba, még rajta veszthet. Várba is így küld követet okos hadvezér, nem parancsol, Isten mentsen, előbb szépen kér. Ellenséged élénksége, hogyha szunnyadoz, akkor roncs rá, ugorj hozzá kapván szabjádhoz. Ha jó halál szót se talál, ha jő halál szót se talál, asszony s lány személy, se bevérzik, csak azt nézi, vajon milyen mély. Midőn fogjod, nosza fogjad, töltsed kedvedet, ellenfélnek kegyelmezned bizony nem lehet, Eképpen él férfi személyi vitéz módjára, hisz van kardja, kéznél tartja, várja zsákmánya. Ugye általában van némi ilyen kicsi érzéki felhang is, és hát balas is trófa természetesen az érzékelhető. No jó, és akkor most jöjjön egy bizonyos szempontból nagyon más munka, mert hogy hát ez majdnem azt mondanám, hogy, hogy, hogy ilyen, szinte Isten kísértés volt ez a láger operett. Egy German tilling, Tillinger nevezetű, nem tudom, hogy a franciásan, hogy mondja, Tillingé, de úgy hát ő egy francia folklór kutató volt, akit politikai okokból, hello, Görögország, szuper, sziasztok! Akit politikai okokból, már nem is tudom, hogy melyik láger, a hauba talán hurcoltak el, és ő írt egy eszméletlen uh, alapos monográfiát a, a, láger világáról, tehát hogy mert neki megvoltak ezek a uh, néprajzkutatói, tehát szociológiai fegyvertára, eszköztára, tehát tényleg az ember úgy mondjam lehidal, mert, mert olyan tudományos élességgel és <kül> higgadsággal beszél valamiről, amit a saját bőrén érzett, hogy ezt nem hiszem el, és ami még durvább vagy még izgalmasabb vagy még felkavaróbb az az hogy írt egy láger operettet szó szerint operettet ott még be volt zárva a lágerbe, és azt csinálták, hogy a többiek, tehát elkezdte írni, és, és aztán a sötétben ugye meggyűjtött valami gyertya csonkot szereztek, és annál elkezdte olvasni a többieknek, és ez a többiek hülyére rögték magukat, mert iszonyú szükség volt a humorra, mert különben nem tudsz túlélni, ez itt se tudsz túlélni, nagyon sokan vesztek oda a különböző kegyetlen körülmények miatt. De, de, de hogyha nincs humor, vagy nincs valamiféle eltávolodás, akkor még kevésbé. És ő ilyen valami kegyetlen, írgalmatlan humorral végig pásztázott magukon, hogy hogy megy be minden nyílásukon a tetű, meg hogy lóg a mellük, meg nem tett, hogy női lágerben, ugye, hogy a minden klasszikus női kacérságnak a kifordulása és a női test kifordulása önmagából, ugye ezt leírja Edith Éva Éger is, hogy melszépségversenyt rendeztek Auschwitzban a nők egymásnak. Szóval valahogy kellett valami normalitásnak valami nagyon furcsa és eltorzult ö, módszerével kellett magukban tartani a lelket, és ez egy csodás és, és hátborzongató módszer volt, hogy olyan szinten kegyetlenül beszélt ö, Tillinger magukról, hogy, hogy, hogy ők ezen halálba rögték magukat, és a kornak a slágereit használta fel, hogy azoknak a segítségével beszéljen, hogyha egy ilyen kuplét írna magukról, és már maga ennek a drámának, ami egyébként töredékben maradt, meg még nem minden ízében, hát nyilván ő nem volt egy klasszikus dramaturgiai vértezettség valaki, nem minden ízében uh, tökéletes, vagy működőképes dráma esetleg, tehát hogy egy picit ilyen nyelvemlék marad, de hát annak kegyetlen, és, és elképesztő, és, és hihetetlen, és felkavaró. És akkor én a, a Viksiásznak voltam akkor ösztöndíjasa, és Radnóti Zsuzsának nagyon sokat köszönettem ugye Örkény István özvegyének, aki rászabadított erre a, erre a, darabra engem, hogy hát próbáljuk megcsinálni valahogy. Aztán nem lett még színpadi sorsa, de én megcsináltam, és ennek köszönhetem például az operet, meg kuplé, meg, meg ilyen dalocska, kabarédal műveltségemet, mert ugye annak nem sok értelme lett volna, hogy akkori francia, háború előtti francia kuplékra ráhúzni, és akkor kiénekli azokra, hát azt se tudjuk, mik azoknak a dallam, akkor kinyomozni, az már olyan <coughs> mérvű restaurátor van, van, amiből, tehát ilyen, mond, hogy mondjam, Néven nevezhető színpadi élvezet nagyon nehezen csiszolható abból. Lehet minden, mert zseniálisan mindent lehet, de két volt így, és akkor hát egy-két ilyen dolgot nektek, hogy tehát lágerhelyzet helyzet, Tillinger darabja, és, és, és ugye a, az, azok a helyzet dalok átírva magyar slágerekre. Már nincs szavam semmi, a vágyam csak enni többé, nem szenvedni tovább. Ha nincs hang a számon, azt nem szánom, bánom, mert van más hangszerem nolád. És akkor hát most nem folytatom, de gyakorlatilag hogy az eredetiben is arról beszéltek, hogy, a, hogy milyen fin koncerteket tartottak, és ezen röhögtek. Hát itt is ez következik. <kül> Vagy száraz tányér, nedves mélyén, láger, leves, vigyorog. Kocso, pocsolyája kocsonyásan, pálik, válik, nagy titok. Ej, hajt, te leves, csak a végén te neves. Ej, hajt, te leves, belét a tizedes. Lakik benned marha répa, kecske a kutyafos. Pácolt vas szegvad, meg mag meg, tőzek kőzet takaros. Mocskos lotyogás, retyer rotyogás. Ejjaj, kulimász, tányéromból ki nem mász. Bájvíz, tájvíz, használt szájvíz, pisapor és fahamu. Króm és bróm és kón és grűn és dúdva pudva kakadu. Szutykos dagonya, benne egérkoponya, turha tohonya, konyhás néni takonya, nincsen ízed, grízed, vízed, se szalonna zsíradék, átrotyogsz a belle, lesz belőled potyadék. Ej, haj, te leves, latrinára kivezes, ej, haj, te leves, karriered sikeres. Szóval ilyen, tehát, hogy ilyen halálos, halálos a, a, a történet.

a dallam az eléggé, eléggé furcsa volt. És akkor ott, tehát ott voltak ezek a, hát ezek a furcsa, tehát több kaszt volt ezeken az úgymond lágerlánykákon lánykákon belül, és például voltak ilyen, ilyen kápószerű láger macák, akik között voltak, voltak akik mondjuk például leszbikusok voltak, de olyan értemben, hogy hát majd kihorgázták maguknak a, a, használhatóbbakat a lágerlakók közül, és némi kis kedvezésére, egy kis zsír, egy kis kenyérhé, stb. azt csináltak, amit akartak. Tehát ezek ilyen férfias nagy darab lánykák voltak, akik jó érzékkel kiválasztottak maguknak, a, a, a kápók. Tehát, hogy szóval ilyen iszonyatosan pokoli ö, történetek voltak ebben. És hát ezekből állt össze az a darab, aminek nem erőltettem igazándiból a, a. mert biztos, hogy lesz neki valamiféle sorsa, csak nagyon, hogy mondjam, nagyon-nagyon el lehet rontani ez egyszer, biztos, vagy ilyenek köszönöm. Hogy... Túl az Operencián volt egy kúriám, volt egy úri kúriám, suldigunk bizám, rejtegettem sok zsidót, óruk hosszú volt. Sok nem védett állatot, ázott lázadót, Jöttek aztán repzajok, s még furább zajok, az fegyverek, szép muníciók, hagy kihozta, hogy miért, jújj, de nem tudom, Tán ezért penészedem itt a lágerón. Na és ilyesmi. Úgyhogy, hát szóval el lehet képzelni, hogy milyen nagyon-nagyon furcsa, katyvasz, egyveleg hátborzongató egy darab, és akkor most kis kontraszt anyagnak még egyet olvasnék, ami, tehát hogy írtam olyan dalokat is, amelyek nem annyira fülbemászó dalok, de, de van, van lüktetésük, tehát valamiféle furcsa, sejtelmes zenét azt lehet hozzá varázsolni, és hogyha egyszer megtalálja a rendezőjét ez a darab, és megtalálja a zeneszerzőjét, díszletét, színházát, akkor biztos, hogy meg is lesz ez. Ezek abszolút pokolbéli vígnapok, köszönöm, ez nagyon-nagyon jó kifejezés, tehát, hogy hogy tényleg ez a pokolbéli vigasság, ez az, azért, csak azért, mint Kónizsák bácsi, hogy nem fáj a kés a hasamban, csak ha röhögök! És, és csináltam olyan dalokat, amik ilyen lírai pillanatok, tehát, hogy egy-egy hogy kimerevített pillanatban egyik-másik ilyen lágerbeli lányka ö, megváltozik a fény, vagy valami, hát ezt majd a színház színpad diktálja, elkezd visszaemlékezni a régi életére. És kicsit, mint ahogy mi a karanténnal, de hát nagyon lájtosak vagyunk mi ehhez képest, hála jó Istennek, tehát, hogy minden olyan mesés fényben tűnik fel, ami akkoriban hát egyáltalán nem volt, talán különleges sem, esetleg vulgáris volt, ahogy mentek a napok egymás után, ahogy az akkori körülbelül középosztálybeli élet, és akkor jöjjön egy ilyen kis monológ, tütüke nevezetű szereplőtől. A kerthelységben este van, és evők, ivók jó sokan, a lomb közt napsütés suhan, némelyek már kapatosan ülnek nyitható székeken, ők gajdolják, én fülelem ezt az eltorzult éneket, melynél szebb semmi sem lehet, Alfred olyan utálatos, az asztal alatt rám tapos, és én kiöltöm a nyelvemet, ennél szebb semmi sem lehet. Édesapánk asztalra csak mégpedig egy hatalmasat, táncol a villa és kanál, az abrosz kidőlt borban áll, és lógázom a lábamat, a nevetés majd kiszakad belőlem, és Alfredot is folytogatja a kis hamis nadrág tartóját látom én, vasalt ruhám fodra kemény, pincér sürögve takarít, és jönnek, mennek valakik, napfény foltos, mindannyiunk, ülünk, és majd meg pukkadunk, kipukkadunk, kipukkadunk. Tehát ez volt a, a történetből való elvarázsolódás egy korábbi pillanatban. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt fel is függesztem a dolgokat, mert hát nagyon sok, mint rengeteg dal van még mind a két szövegben. Köszönöm a figyelmeteket, és nagyon szépen köszönöm, nagyon meghatóak tényleg az adományok, amiket küldtök. Ha van kedvetek, és természetesen ingyenes a, a, a karanténszínház, hogyha van kedvetek és lehetőségetek, akkor örülök természetesen a segítségnek, és itt fölöttem látható az a YouTube link is, visszább vennék, még jobb lenne, de az nem én lennék, babám. <laughs> ne, hát szóval, igen, mindenki eldönti, én, én nagyjából, én ripacs vagyok, és, és élvezem. Az az igazság, hogy fönn ott vannak a linkek, tehát hogy a Árok Zsolt nevű felhasználó YouTube csatornáján megtaláljátok a régi történeteket is, és a kalandozatok nyugodtan a régi karanténszínházak között, de azt se felejtsétek, hogy este 6-kor és minden áldott délben és minden áldott este 6-kor legalábbis ami karantén van a világon, addig szeretettel várlak benneteket itt élő adással. Sziasztok!